Most elsőként a szabadválogatott egyik kapusa, Faragó Lajos mesél életéről, illetve a szabadválogatott megalakulásáról. Hát én Kispesten születtem. 45-ben ott kezdtem el a... 45-ben lettem igazolt játékos a kispesti acba. Háború után. Aztán ott végigjártuk. Nagyon érdekes volt, mert már jóval később megkérdezte tőlem egyszer egy tábornok, hogy mondja csak Faragókám, mikor került a Honvédhoz. Mondom, jelentem, nem én kerültem oda. Az jött oda, mert én már ott voltam. Na hát, ott nőttem föl a Kispestbe, Honvédba. 52-be kerültem be végül is az első csapatba. Már védtem egyszer-kétszer edzőmérkőzésen, de 52-be vonultam be tulajdonképpen. Tanfolyam hallgató címen Honvéd labdarúgó csapat állományába. Klubszinten végig a Honvédban játszott? Kispesti voltam, persze. Volt egy választóvíz tulajdonképpen 56-ban. Mert föltették a kérdést, mint ahhoz jöttünk Dél-Amerikából, hogy aki akar, marad. De hát győzködtek azért bennünket, hogy ne essen szét a Honvéd. Ketten azt hiszem kérték, hogy akkor ők leszerelnek. És hát én is a maradásnál döntöttem, még fiatal voltam. Nem volt különösebb gond. Úgy éreztem, biztos helyen van a csapatba, minek vándoroljak. Aztán lett volna egy lehetőség elmenni, de ott meg már 63-ba, akkor majdnem elmentem Komlóra, de aztán nem jött létre az ügylet, mert hát nem cifrázom én ezt most, hogy miért, de Komlón nagyon vártak, Honvédba meg azt mondták, hogy várjanak egy kicsit, várjanak, az lejárt az átalakulási időszak, nem tudtam elmenni. És akkor felajánlottak, hogy hát maradjak ott, mint őskispesti, és neveljem a gyerekeket tovább. Úgy tudom, mint egyző viszont nagyon sok helyre jutott a világban, legalábbis nagyon távoli helyekre. Hát játékosként is sokat utaztunk, ugye, mert hát ha megnézem a térképet, akkor úgy nyugatról keletre, már néztem egyébként, hogy São Paulótól egész eljutunk Pekingig, illetve Észak-Korea Fenyánig, föntről meg Oszlótól le Maputóig, Mozambikig. Ezt a keresztet így be lehet húzni, de nagyon sok felé voltam, igen. Voltam ifi csapatokkal, most a játékos pályafutást is, ugye az körülbelül lehet követni, ugye abban az időszakban Honvéd merre járt, mit csinált, amikor én már ott voltam, edzőként is ifivel úgy kezdődő, ifi csapatokkal mentünk, voltunk Rouenba, Nizzába, Arweilerben, Németországban, mindig így pünkostkör voltak ilyen ifi tornák, utaztunk sokat. Jót tett a gyerekeknek egyébként a nemzetközi tapasztalat. Lehet, hogy ezeknek a mai fiataloknak is ezt hiányzik, hogy nem találkoznak idegen ellenfelek. Hát most ugye vannak a U16, U17, de klubcsapatoknak is talán többet kellene szomszéd országokba egy-egy alkalommal elutazni, hogy a gyerekek ismerkedjenek más labdarúgás kultúrával is. Talán segítene a fejlődésükön. Visszatérve erre a dél-amerikai túrára, ugye ez úgy indult, hogy akkor kezdődött tökbenek a BL-nek az őse. Igen. Hát mi tulajdonképpen november 1-én, 56-ban azért is indultunk el, mert már ki volt sorsolva, hogy nekünk a Bilbaóval kell játszani. És akkor hát ugye itt volt a teljes felfordulás, innen nem volt, még akkor nem is tudtuk, hogy majd jön egy megszállás, vagy bevonulás, vagy minek nevezzem, de nagyon gyorsan és határozottan intézkedtek, akkor még a Nagy Imre kormány volt, és szaladtak útlevéllel, osztrákokhoz beérkezni, csak jussunk át a határon. Mikor kiérkeztünk Ausztriába, akkor Összereicher Emilék már innen is fölvették, az Emil volt főleg a menedzser,
fölvette a kapcsolatot az osztrákokkal, edzés lehetőség szempontjából. Ausztriában éppen a sok magyar áradat miatt, mert már kezdtek az emberek szivárogni kifelé, csak edzés lehetőségünk volt. Tehát aztán szépen Németországot végigjártuk. München, Frankfurt, Essen, több városba játszottunk barátságos meccseket. Tehát ez úgy, hogy elindultak a meccs színhelyére, akkor úgy útba ejtettek városokat, és ott az ottani csapatok. Igen, a busszal mentünk ki tulajdonképpen, és akkor nem, hát azt már ott kint Bécsbe az összerejtjére, mint nagyon sokat dolgozott, kereste a klubokat, hogy fogadják a Honvédot, X ellátás, meg minden, mert pénzünk nem volt, tehát mindenhol úgy kellett menni, hogy ellátás, zseppész, szálloda, mérkőzés. De hát a csapatot edzeni kellett, játékba kellett tartani, azért úgy mire sor került november, nem is tudom, 20-valahányadikán, 20-a körül Bilbaóba megy, hogy azért legyen, játékba legyen a csapat. Hát nem lehet csak úgy kiállni egy mérkőzésre, hogy elég sok, játszottunk Franciaországba, átmentünk Belgiumba, aztán valamikor onnan mentünk Bilbaóba. Ott aztán maradtunk, akkor elmentünk Spanyolországba, játszottunk a Reállal, a Barcelonával, játszottunk Sevillába, és december 3-án volt, azt hiszem, a visszavágó. Na most ugye a helyzet miatt nem lehetett Pesten játszani, ezért az UEFA engedélyezte, semleges pályán játszunk, és Brüsszelben játszottuk le a visszavágót. És egyébként a két meccsnek mi lett az eredménye? Tulajdonképpen addigra nekünk már érett a dél-amerikai út. Mert hát ugye, már megkeresték a csapatot. Már, igen, mert tudnék, több éve készültünk. Mi már 54-ben egyszer egyenruhát kapott az egész csapat, hogy megyünk majd Dél-Amerikába, és aztán úgy 54 nyarán összehúzták a függönyt, és azon most nem Dél-Amerikába mentek decemberben, hanem mentek Svédországba, és akkor voltunk egy északi túrán a csapattal. Na most az eredmény. Bilbaóba kikaptunk 3-2-re. Brüsszelbe vezettünk 3-2-re, akkor én megsérültem, kivetődtem, és szemmel rúgtak, hát nem telibe a szememet, szemhéjan berepett, és tele lett sárral. Hát ugye csere nem volt akkoriban még, és akkor bevittek a hordágyon, benne a orvosiba, kitisztogatták, kimosták, leragasztották a szememet, közben a cimborát be a kapuba. Mert ugye valaki, azt mondta majd ővét. És az történt, hogy ugye folyosón vittek el a játékos kijáró előtt, én meg leugrottam a hordányról, beszaladtam a pálya szélére, éppen kint volt a labda, és jelentkeztem a bírónál. És akkor visszamentem, így félig leragasztott szemmel. De közben az Oli kapott egy gólt. És már nem tudtunk változtatni. Így lett 3-3, és nem jutottunk tovább. Mert még lehetett volna keresni való. És azon a túránt, amíg oda jutottak, és Európában játszottak, ott milyen eredmények születtek? Sok meccset megnyert a Honvéd? 78%-ban mi nyertünk. Voltak döntetlenek, nem is kaptunk talán. És ez még az a nagy Honvéd volt, ugye? Persze. Komplett Honvéd. Kik játszottak akkor a csapatban? Palicskó volt a center. Palicskó, Rákóczi, Bányai Palicskó, Bozsik Kotász, Budai Kocsis, Puskás, Bahos, Tihi, Cibor, Babolcsai, kim volt a Töröcsik Pisti még, Dészabó, aki aztán kinn is maradt 56-ban, az nem jött már haza, nem itthon már nem lett ismert játékos, mert kis fiatal srác volt még, de nagyon ügyes gyerek volt. És na, eljött a váltás ideje, mert lejátszottuk ezt a Bilbao meccset, de hát mondták, hogy majd januárban megyünk csak Dél-Amerikába, mert akkor érett, majd küldik a jegyet. Hát akkor már úgy készülődött a társaság, hogy majd megyünk.
Na most válaszút elé került azért a népség, meg közben jó néhánynak a felesége kijött, utánunk jött, és áttettük a székhelyünket Milánóba egy San Carlos nevű hotelba, egy nagyon kellemes, jó kis hotel volt. Azt ott jártunk edzeni, és játszottunk mi a Milánnal, akkor lementünk, volt egy meccs Rómába, Palermóba, Katániába, és karácsony előtt értünk vissza, csak a karácsonykor még volt az Interrel egy mérkőzés. Teljesen hivatalosan tartózkodott kint. Hát hivatalosan tartózkodott, de itthon már mondták, hogy hát ez nem az a honvéd, meg nem így a honvéd, meg így a honvéd, meg kezdtek. De hát itthon nem volt rendezve, csak üzengettek, hogy most már haza kell menni, meg stb. Na de hát a szerződés meg volt már Dél-Amerikában. Tehát ott már alá volt írva. És ez egy hivatalos szerződés volt, amit a klub kötött. Hát a klub képviseletébe kilévő vezetők. Még a Sebes is kijött Brüsszelbe. Aki a válogatottnak volt a szövetségkapitány. Hát addig igen. Utána aztán meg OTSH vezető volt, meg nem tudom én, mi volt tulajdonképpen. Hát ő volt a magyar futball feje. Csak ott agitálta a népet, hogy döntsük el. Na most az a többség azért már mégiscsak többször ígérték, hogy Dél-Amerikába megyünk. Többség el akart menni. Szóval volt egy játékos értekezlet, és akkor azt mondták, hogy gyerekek, nem kötelező. Aki akar, hazamegy, aki akar, de akkor most szavazni kellett, hogy ki marad, és ki megy haza. Így aztán hazajöttek jó néhányan, Palicskó, Babolcsai, Tihilali hazajött. Ő már nem is jött át velünk, Oszpoda letti, Beszarémó mellett. Mellé költöztünk a utazásig, és néhányan hazajöttek. De már érkeztek ki játékosok, és megjött a Grosics. A következőkben Grosics Gyula mesél a csapatba kerüléséről. Most, hogy én hogy kerültem ugye a budapesti honvédhoz, annak is egy története van, mert 56. január 1-től egy 13 hónapos AVH-s eljárás után felsőutasításra kerültem le Tatabányára. Tehát amikor a budapesti honvéd utazott ki, akkor én már abban az évben a Tatabánya játékosaként szerepeltem két év után még a válogatottban is. Most a válogatottat azért hozom, mert ebbe a történetbe, mert öt válogatott mérkőzésre került volna sor, minden hét vasárnapján egy. Az első találkozó az Belgrádban volt a jugoszlávok ellen, ott nyertünk 3-1-re, a második mérkőzésünk Moszkvában zajlott, ott 1-0-ra nyertünk. A harmadik mérkőzés Párizsban került sorra, a francia válogatott ellen 2-1 lett, és ebben a sorozatban külföldön, Ausztriában játszottunk két nappal a forradalom kitörése előtt az osztrákok ellen. Nyertünk 2-0-ra. Most hazajöttünk hétfői napon, és kedden már mentünk le az nap, amikor tulajdonképpen kezdődött a forradalom. Mentünk le Tatára edzőtáborban, mert egy utolsó mérkőzésre került volna sor a svédek ellen, az akkori Népstadionban. Most minket a forradalmi események már Tatán értek. Ugye 23-án délután egy előzőleg tiltott, aztán megengedett felvonulásra került sor, amelynek a folyamányaként esti órákban a rádiónál történt tulajdonképpen a fegyveres összetűzések kirobbanása. Mi Tatán, ugye ezekben az órákban, főleg a délután esti órákban értesültünk a Kossuth rádión keresztül arról, hogy Budapesten kitört a forradalom.
Aztán később, az késő esti órákban, valamint már szerdai napon, tehát másnap, már a Kossuth Rádió nem nagyon működött, illetve, ha jól emlékszem, az Országházból egy stúdión keresztül ment még a Kossuth Rádió, de mi lent Tatán már aznap a Szabad Európa Rádiót hallgattuk, és úgy értesültünk az eseményekről, és közben hát számoltunk már azzal, hogy a svédek elleni válogatott mérkőzésre nem kerülhet sor, ugye a forradalmi események miatt. És akkor csütörtökön délelőtt a győri MÁV igazgatóság küldött rendelkezésünkre egy vonatszerelvényt, amivel aznap délben Kelenföldig el tudtunk menni. Kelenföldön leszálltunk, és a Bartók Béla úton jöttünk végig gyalog, és az emberek millió számra voltak kint az utcán, csak akkor tűntek el, amikor jött egy-egy szovjet tank, és válogatás nélkül lövöldözött ágyúval, meg géppuskával, meg mi is hasonlóképpen ugye menekültünk ezek elől a lövöldözések elől, de meg kell mondjam, hogy olyan ünneplésben volt részünk végig az egész Bartók Béla úton, hogy amire én a csapatnak az egész pályafutása alatt nem, ehhez hasonlott nem. De. Illetve kivételt képez az 52-es Helsinki olimpia, meg az 53-as angol-magyar mérkőzés, amikor tízezrek vártak bennünket Budapesten. Mint mondottam, Budapesti Honvéd ezt a kötelezettségét vállalva kiutazott ugye Spanyolországba két kapussal. Faragó és a Garambölgyi volt a két kapus, a Faragó Lajos védett, ő volt az első számú kapus, és lejátszották a Bilbao elleni Európa-kupa mérkőzést, és mellette éppen a hazai, tehát az itthoni forradalmi eseményekre tekintettel lekötöttek Európában, különböző országokban ilyen barátságos mérkőzéseket. Jól tudom, hogy Ösztereicher Emil volt az a menedzser, aki ezeket intézte. Igen, az Emil volt tulajdonképpen a szakosztályvezetőnk, aki vezette a budapesti honvédot a spanyol Európa-kupa mérkőzésre, és hát végig, amíg a honvéd külföldi útja engedélyezett volt, ő szervezte, ő ügyintézte, ő foglalkozott a csapat ügyeivel, problémáival. És december elején, de lehet, hogy november vége volt, már határozottan nem emlékszem, felhívott az Emil, az Ösztreicher Emil Spanyolországból a lakásomon. Még úgy csodálkoztam is, hogy a csodába lehet ilyen időkben, ilyen események közepette Spanyolországból még telefonon hívni engem. És megkérdezte, hogy nincs-e kedvem kimenni utánuk. Hát mondtam neki, Emil, tekintettel arra, hogy idehaza semmilyen sporteseményről nem lehet szó, szívesen kimennék, de nem tudom, hogy hogyan, milyen körülmények között, mivel. Hát ez azért Budapestről nem egy probléma, nem egy kis problémával járó dolog. És akkor ő mondta, hogy az le van rendezve, két nap múlva az utca sarkán ott fog állni egy autóbusz reggel 8-kor, menjetek le, szálljatok föl, és Bécsbe fogtok kiszállni. Ez olyan furcsán hangzott, ugye, hogy azért micsoda szervezésre volt szükség, hogy így itt beszállok a buszba, és Bécsbe kiszállok, hát ez... Sokat jártam így, de hát akkor útlevéllel nem. Na, a lényeg, nem húzom
sokáig. Jött az autóbusz, beszálltunk családdal együtt, és elindultunk volna a határ felé, Bremberg bánya irányába, csak az autóbusz a Dohányutca sarkán megállt, mert akkor még ugyan nem tudtam, hogy kiket, de két személyt vártunk. És már dél volt, már el is múlt, mikor megérkezett egy személykocsiba két civil ruhás ember, akiket én soha az életben nem láttam, és ők vezettek fel bennünket egészen a határig. Ott derült ki, Bremberg bányán, hogy ki ez a két ember? Két magasrangú szovjet katonatiszt volt. Hát ezért volt olyan, az Emilnek a meséje ilyen egyszerűnek tűnő esemény, ugye, hogy odajött két civil sem, és ők vezettek fel. Bremberg bányán, szerencsétlenségünkre, a falu végén előző napokban ástak a szovjet katonák tankcsapdát. Úgyhogy az autóbusz nem tudott keresztül menni, de a szántóföldre se tudott kimenni, mert ilyen nagyon nedves, vizes volt a talaj, tehát belesüllyedt volna az autóbusz. Most a gépkocsi vezető mondta, hogy kérem szépen, ha valaki kiszáll és vállalja, hogy gyalog átmegy az első osztrák faluba, akkor tessék, ha nem, akkor visszamegyünk Pestre, és aztán majd egy következő alkalommal. Hát mi kiszálltunk. Mert hát ugye a budapesti honvéd már várt, ez egy hétfő vagy keddi napon utaztunk, és szerdán nekem már jelenésem volt Barcelonában, ahol még ráadásul játszanom is kellett, mert, mint mondottam, a honvéd két kapusa megsérült, és nem tudtak a csapat rendelkezésére állni. Hát ugye begyalogoltunk két hatalmas bőröndel, amit én menet közben eldobtam, mert nem bírtam cipelni. Begyalogoltunk az osztrák faluba, ott már vártak bennünket, az osztrákok, és mondták, hogy akkor gyerünk átszállni, át kell szállni egy kis buszba, és irány Bécs. Igen, ám csak én kértem, hogy én eldobtam menet közbe abba az irányba, mert nem tudtam megmagyarázni, hogy hol. Abba az irányba eldobtam a két hatalmas bőröndöt, nem tudnának segíteni. Hát minden roházatunk, mindenünk ebben a két bőröndben volt. Dehogy nem, kimentek két ilyen terepjáró kocsival, fényszórókkal, 15 perc múlva ott voltak a két bőröndben. Átpakoltuk, mentünk Bécsbe, és a Kummer Hotelben szálltunk meg. És ott már engem várt a Ösztreicher Emil telefonja, hogy másnap, tehát szerdán, délután indul a repülőm a Svehati repülőtérről Barcelonába, és este kerül sorra a Barcelona-Budapesti honvéd mérkőzés. Hát én el is indultam másnap, megérkeztem a repülőtérre, ott már vártak. A mérkőzés este 9-kor kezdődött, én még 8 órakor a repülőtéren voltam. Úgyhogy nagy iramban mentünk a Barcelona pályára. Mikor megérkeztem, már nem is tudom, közel 200 ezer néző volt a lelátón. A csapat már szerelésben volt, és akkor kezdtem kapkodni, ugye, hogy mire a játékvezető lefújt a sípjába, addigra már ott tudtam állni a kapuban. Szóval így kezdődött számomra ez a túra, aztán vettem részt Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban. De sikeres túra volt? A több meccset is sikerült megnyerni ez alatt az európai részén ennek a túrának? Sikeres mérkőzés volt. Emlékszem, hogy 57 január elején játszottunk Milánóban az Inter ellen,
és az FC Milán ellen. És mind a két mérkőzést megnyertük. És a barcelonai meccs, amire épp hogy sikerült odaérni? Nyertünk 3-2-re. Mondom, közel 200 ezer néző volt a lelátón. Óriási siker volt. És ami még emlékezetessé tette ezt a mérkőzést, hogy a Kubala játszott a Barcelonában még akkor. Úgyhogy nagy sikere volt a csapatnak. Hát közben néhány nappal ezután még játszottunk Bilbaóban, ha jól emlékszem, de még két mérkőzésen szerepeltünk. Úgy utaztunk Brüsszelbe a Honvéd visszavágó mérkőzésére, és ott már a Faragó sérültem beállt, de a második félidőben már annyira rossz állapotba került, hogy a Cibor Zoli állt be a kapuba. Mi onnan Brüsszelben megkeresett bennünket a magyar labdarúgás részéről Sebes Gusztáv, aki azért jött, hogy a csapatot hazavezényelje. Mi szerint nincs engedélyünk mérkőzések lejátszására a Magyar Szövetség részéről. Hát természetesen, ugye akkor már szóba került a dél-amerikai túra lehetősége, tehát abból indultunk ki, hogy ugye számtalan dél-amerikai meghívásunk volt, amit a politikai vezetés nem engedélyezett, úgyhogy ezt a lehetőséget már nem hagyjuk ki, akkor sem, ha a Magyar Labdarúgó Szövetség nem vesz részt hivatalosan ezen a túrán. És akkor a Sebes dolga végezetlenül jött haza, mi pedig Olaszországba mentünk, ott játszottunk a Fiorentina ellen, az AS Róma ellen, a Milán és az Inter ellen. Minden mérkőzésünket megnyertük. De hát ugye elérkezett a dél-amerikai túrára való utazás lehetősége, és akkor dönteni kellett a csapatban, hogy kik azok a játékosok, akik hazajönnek, nem vállalják már ezt a túrát, és kik azok, akik maradnak. Tulajdonképpen Sebes Gusztáv azért utazott ezek szerint ki, hogy hazahozza a csapatot. Igen, sőt még azt is közölte, hogy a Magyar Szövetség a FIFA-nál le fogja tiltani a csapat külföldi szereplését. Hát azok után, hogy néhányan eldöntötték a csapatból, hogy hazajönnek, és nem maradnak, nem vesznek részt a dél-amerikai túrán, a kint lévő neves magyar játékosok közül Szusza Feri csatlakozott hozzánk. Tehát ő akkor is külföldön tartózkodott ebben az időben is, vagy Magyarországról csatlakozott a csapathoz? Nem, ők külföldön voltak már, az NTK csapat szerepelt. Ők is pont egy ilyen európai turnén voltak az MTK? Csak ők hivatalosan voltak. Tehát ők a Magyar Labdarúgó Szövetség engedélyével játszották ezeket a főleg angliai mérkőzéseiket. Mi kiegészültünk, aztán az akkori ifjúsági válogatottban szerepelt játékosokkal, néhány játékos oda került, így aztán... Úgy tudom, hogy Sándor Csikar is csatlakozott. Sándor Csikar csatlakozott hozzánk, a Szusza Feri játszottak is végig a csapatban. És az ifjúsági válogatott tagjai azok Magyarországról jöttek, gondolom. Egy csapat akkor éppen nyugat-európai túrán vett részt. Előtte néhány hónappal nyerték meg az Európa-bajnokságot, kapott gól nélkül. Tehát egy nagyon tehetséges, sőt néhány kiemelkedő képességű játékos szerepelt akkor az ifjúsági válogatottban, és azok közül hívtunk meg erre a túrára néhány játékost. És hát azért volt nagy élmény számunkra az a túra, mert ugye, mint említettem, többszöri meghívásra sem engedélyezték a csapat kiutazását. Most volt egy lehetőség, kimentünk 15 mérkőzésre. Azért van ennek jelentősége, mert csak hetet játszottunk. Ugyanis 57. február márciusában
kaptunk egy értesítést, hogy a csapat túrája, további játék lehetőségét a FIFA, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség betiltotta a Magyar Szövetség kérésére. Úgyhogy a 15 tulajdonképpen már lekötött mérkőzésből az a 6. és a 7. már nem is Brazíliában, hanem Venezuelában, Caracasban játszottuk le azért, mert a FIFA felhívása alapján az az ország, ahol a budapesti Honvéd nyílt mérkőzést játszik, az a FIFA olyan retorzióját jelenti, ami szerint a csapatot eltiltják hosszabb időre, a fogadó országot pedig kizárják a FIFA tagjai sorából. Hát ez egy súlyos dolog volt. Így aztán, mint mondtam, az utolsó két mérkőzést azért játszottuk Venezuelában, mert Venezuela nem volt a FIFA tagja, tehát nem volt veszélyeztetve azáltal, hogy a labdarúgó szövetségüket kizárják a Nemzetközi Szövetségből. Most ismét Faragó Lajos mesél a szabad válogatottról. De most erre mondták, hogy Puskás cirkusz, mert EPTK játékosok is kerültek hozzánk. Nyugodtan lehetett volna mondani, hogy Budapest válogatott, mert nem egyszer voltunk úgy válogatottal el, hogy mit tudom én, egyik helyen magyar válogatott volt, de volt még egy meccs, azt meg Budapest válogatott néven játszottunk, mert független attól, hogy a Dorogi Buzánszki is játszott a Budapest válogatottban. Jöttek hírek, hogy miket írtak itt az újságok erről a csapatról, hogy hazárulók, meg mit tudom én, micsoda. Na aztán tulajdonképpen az öcsi is még ingadozott Dél-Amerikában, amikor megtudta ezeket a híreket, hogy pocskondiázták itthon őt, Puskás cirkusz, meg a száguldöldany, meg izé a... nem tudom, milyen jelzőket meg kéne nézni az akkori újságokat, miket használtak. Ő azt hiszem ott akkor döntött el. Meg volt egy időszak, még Rióba voltunk, aztán elmentünk São Paulóba, azt visszamentünk Rio de Janeiroba, és akkor 3-4 sebes, mint mondták, hogy a hazatért feleségeket, mert Bozsik felesége is kim volt, a Bányai felesége, a Palicskói, meg mint a feleségeket, egyik kirendett a honvédülőben, vagy a nagyszállóban, nem tudom pontosan, hívogatták a cucut főleg, mert érdekes volt, mikor mi a Rióba játszottunk, már jöttek újabb ajánlatok Közép-Amerikából. Tehát tulajdonképpen, igen, és folytathattuk volna, még megillett volna 5 mérkőzés még, február, március, áprilisig. De aztán egy kicsit úgy megbomlott az egész dolog, mert megérkezett néhány játékosnak ez a úgynevezett menekül. Mi a piros útlevéllel voltunk végig. És jó néhánynak már megszerezték itt Európába ezt az úgynevezett, mert akkoriban adta ki menekültült levelet, ugye nem, avval nem kellett menni mit tudom, lágerekbe, vagy gyűjtőhelyekre, elosztó helyekre, hanem avval lehetett szabadon közlekedni. Főleg öcsi, a Bozsi, a Kocsis, Puskás, Cibor, meg nem is tudom ki ment, a Grosics is elment. Már a végén, mert még mi fölmentünk, még lejátszottunk 5 meccset Rióba. De azon már nem vettek részt az utolsó De. Hanem még 7 meccsünk volt lekötve a Flamengóval. De ez úgy működött, hogy játszottunk egy nyitó meccset a Flamengóval, akkor utána elmentünk a Flamengóval, a visszavágott São Paulóból lejátszani. Akkor visszamentünk meg Rióba, akkor játszottunk a Botafogo Fluminense vegyessel. Hogy ne legyen unalmas, hogy mindig a Flamengónal játszunk, akkor megint játszottunk egyet a Flamengóval, akkor játszottunk egy Vasco de Gama, meg mit tudom, ilyen vegyessel, megint csak, de mindig a Rióban, mindig a Marokánában. Tehát végre már kicsit megcsappant a nézőszám, már alig voltak 100 000 a utolsó meccsek, mert az első volt 140. Meg São Paulóban is tele volt.
Na most ők is úgy látták, hogy ez Flamengo vendégeiként ők intézkedtek, hogy menjünk el, bemutató mérkőzést játszódik Caracasban, mert 7 meccsre szólt, azt a 2 meccset lejátszunk Caracasban. Úgyhogy felszálltunk a repülőre, elmentünk Caracasba, ott még játszottunk 2 meccset. És akkor ott dőlt el, hogy tulajdonképpen most megyünk még tovább, vagy nem megyünk, vagy mit akartok, hogy akartok. Végén úgy volt, hogy egyrészt a csapatnak elindult a Zemillel együtt, jöttek át, mert ő meg már Reálnál, ugye már hívták a Puskás miatt. Az menedzser, ugye? Igen, az Österreicher Emil, igen. És akkor ők néhányan, már kinek meg volt a menekültük level, azok hazajöttek. Mi ott maradtunk, hát aztán nekünk kellett talpalni, még ott maradt egy vezető, és fölvettük a KLM-re szólt a jegyünk, Holland Régi Társaságra, akik ugyan vállalták, jó, akkor úgy sincs csapat, akkor megyünk mi is. Igen, ám, de mentünk a konzulátushoz, illetve a KLM azt mondta, hogy ő igen, ő elhoz bennünket Amsterdamig, és ő majd, ha Ferihegy felszab, már úgy bekapcsolódik a légi közlekedésbe, addig nyugodtan maradhatunk a tranzitba, és akkor ők hazahoznak bennünket Budapestre. Hát mi nem akartunk egyenesen Pestre jönni, mert meg is volt beszélve, hogy jó van, az előre se elment, akkor Bécsbe találkozunk. Most az előös az gyakorlatilag Bécsig jött. Igen, ők is csak Bécsig, persze. Úgyhogy aztán rövid tortúra után találtunk egy francia konzult, aki nagyon készséges volt, mondtuk, hogy ez a probléma, piros útlevél megézi. Semmi gond az, hogy ha a KLM átadja jegyet az Air France-nak, a francia légitársaságnak, akkor gondtalanul mehetünk Párizsig, vagy akár Bécsig is, mert jegyünk érvényes volt. Így ő, hát ez nagyon rendes volt a pali, mert elment a holland konzulhoz, csak a ketten elintézték, hogy a jegyünket a KLM átadta az Air France-nak, úgyhogy fölültünk a repülőre, kaptunk egy határidőt, ugyanúgy február 28-áig, vagy március 1-ig haza kell érni, de hát ez már úgy február 25-e körül volt. És akkor elmentünk Párizsba, nem volt közvetlen, csak 2 napot Párizsba voltunk, és akkor egy másik géppel elrepültünk Bécsbe, és ott találkoztunk aztán a többiekkel. Ott aztán már volt futballista rengeteg, aki már NB1-es, NB2-esként próbálkozott, és csomóan kimaradtak, elmentek, alakítottak is, azt hiszem, egy ilyen Hungária nevű csapatot, akivel szintén elindultak játszani. Végül az lett, hogy mi jeleztük, hogy jövünk haza, Bécsbe bevásároltunk, elintje, megkerestük a ott hagyott csomagjaikat, elutazás előtt már volt egy csomó csomag, fele el is tűnt, vagy egy kicsit kipakolták a bőröndökbe az itthonról, a már addig összevásárolt holmikat. Aztán vettünk autót néhányan, úgyhogy egy karavánban jeleztük, hogy mondtuk, hogy kész vagyunk, és akkor itthonról jelezte, volt főnökünk, hogy mondjuk meg, mikor megyünk, ők lejöttek Hegyeshalomba elénk. A Sumet Lajos volt, aki a gépjármű főnöknek volt az első helyettese, de ő volt a Honvédnek az elnöke. Még le nem váltották. De hát akkor még érvény, akkor még nem alakult itt, még azok a dolgok még nem alakultak, hogy a Sumet szépen lejött elünk Hegyeshalomba, mondtuk, hogy jó, reggel indulunk, 10 óra felé délbe találkozunk Győrbe. Hát egy kicsit késve mentünk, ugye be azért hazajövetelni már megint csak szűrtek, de már határon ott voltak is. Megördült 4 vagy 5 kocsi, megpakolva. És aztán mondta, hogy na, akkor menjünk, ők 2 autóval voltak, mennek elől Győrbe, meghívtak ebédelni bennünket, aztán este 6-ra haza is értünk Pestre. Mit értett ez alatt, hogy szűrtek? Tehát a határon volt nehéz átjönni? Nem vizsgáltak, sem volt semmi vám. Annyi, arra kellett várni, hogy tulajdonképpen a magyar vámhatóság
mondta, hogy szorítsunk egy helyet egy embernek, az végig kíséri a csapatot, és be kellett jönnünk, akkor még a Hold utcában volt a vámhivatalnak valami központja, oda be kellett sorakozni, fölírni, mert volt egy ígéretünk a Marosán elvtárstól, hogyha hazatérünk, hát nem számított, hogy 3 vagy 4 nappal később jöttünk persze, akkor mindent vámmentesen hozhatunk be. Csak jöjjünk már haza. Itt van meg már is indult a szem, akkor kezdődött a bajnokság. És így aztán leltárt kellett csinálni, legfőképpen az autót kellett fölírni, kaptunk pecsétet, azt mehettünk a kőbányára, vagy hova kellett menni, a vámhivatalba, ahol aztán hivatalossá tették meg, ezért rendszámot kaptunk, levizsgáztak, magyar, megkaptuk a rendszámokat hozzá. Hát akkor lényegében ugye az a Honvéd, a Puskás Kocsis Cibor nélkül, ja, Budai Laci is ott volt, az is ugye jött velünk haza, de a Puskás Kocsis Cibor nélkül ugye itthon átalakult az egész, meg hát akkor jöttek, hogy volt, aki ugye jó, akkor maradjanak, meg ne szereljenek le, meg ezért könnyebb ez a csapathoz emberek. Egyszerűen volt, aki az egészet ki akarta rúgni ebből a... Azt hitte ebből, akkor most hirtelen jobb ember lesz a új rendszernek, a még nagyobb szolgája lehet, ha mindenkit eltaposnak. De hát kellett kiegészíteni. Alapvetőleg mi is, ugye rövid időn belül letárgyalták, hát minket is eltítottak. Utolsó 3 vagy 4 mérkőzésen játszottunk a bajnokságba. Egy fordulós volt, nem volt kieső, különben kiesett volna az a Honvéd, ami nélkülünk játszott, pedig ott abban játszott a Tihi is, meg... Jó, igen, az itthon lévő játszott, igen. Ez a tartalék csapatot egészült ki a hazajött Paricskó, Tihi, Mahos, nem is tudom, hogy számottevő futballista jött-e még haza, meg aki itt a tartalékban itthon maradt. Tehát de az viszont nem volt az akkori embernek megfelelő. Azokat említette, hogy akik ott az első hullámban hazajöttek, mielőtt Brazíliában elindult, ugye? Igen. Hát azok inkább kiegészítették az itthon maradott, mert 4-5-en öreg Budai Laci, de azt hiszem az aztán nem is játszott. A Tunya. Ugye, mert két, volt egy sokáig a két budai, a Pupos, meg a Tunya. Pupos volt a jobb szélső, Tunya meg a center. Azért megkapaszkodtunk. És jól érkezett volt egyébként a csapatban ez alatt a túra alatt? Nyilván egy nagyon érdekes helyen volt a csapat. Vagy voltak rivalizálások esetleg? Nem nagyon volt rivalizálás, mert 16-an, 17-en voltunk, aztán mit kellett abban rivalizálni? Hát aki megsérült, az ment le, aztán bement a másik helyette, vagy elfáradt. Szóval nem volt ott a rivalizálás. Voltak hosszú idő után, hát az már november, december, január, hát az már hosszú ám. 3 hónapos volt. Igen, együtt, hosszú együttlét, hát persze, hogy voltak zördülések, apró cseprő, nem életbe vágó viták, vagy nem tudom én micsoda. Csak az összezárásából. Összezárásából, de volt, már mindenki egy kicsit, ugye, azért benne volt ebben a játékban, és akkor tovább megyünk, vagy nem, most már hazamegyünk, vagy ti elmentek, mi hazamegyünk, vagy maradunk még, vagy nem maradunk. Szóval ilyen, ezek sokszor szóba jöttek úgy vacsoratáján, aztán nem, de úgy éles, vagy egymás sértő vita azért nem igen volt. Ezt nem bánták később, hogy arra a pár meccsen még adódott volna ott közé Brazíliába, hogy nem ment el a csapat? Érdekes, mert én utólag belegondoltam, hogy elején borzasztó lelkes voltam, hogy hú, kint, meg így, meg úgy, meg amúgy. És valahogy én mindig szerettem otthon lenni. Örökké az volt, hogy nagyon szerettem utazni. De a vége volt a programnak, na, mikor megyünk haza? Uh-huh. És valahogy ez volt bennem is, hogy haza kell menni. Beszéltem én Milánóból a szüleimmel is. Nem mondtak ők semmit. Kisfiam, döntsd el te. Itthon nekünk nincs problémánk. Ha úgy gondolod, kimaradsz, ha úgy gondolod, hazajössz. Ha jössz, szívesen várunk.
Mindig az volt. Hát persze, hogy szívesen várunk, szeretettel várunk, de ha neked úgy gondolod, hogy az úgy jobb, nem éreztem azt, hogy nekem ott kint kell lenni. Visszatérve a braziliai túrára, milyen eredményeket sikerült elérni az ottani klubcsapatokkal? Az első meccs az tragikus volt, mert kaptunk akkor a vezést, úgyhogy 6-2-re már mentek, mire végére 6-4-re főt tudtuk zárkozni. Na, de mi volt az oka egyébként? Mi volt az oka? Egy. Na most mi a magyar szokás szerint ugye ki volt írva a mérkőzés 9 órára. Hát a szokás szerint mi kimentünk 6-7-re a Marakánába, kipakolt a szertáros a cuccot, a masszőr elkezdett dolgozni, és kimentünk 8:10 melegíteni. És akkor olyan félház volt. És mi piszkosul melegítettünk, és mindig néztük, hogy jön az ellenfél, vagy hol az ellenfél. És ahogy szépen úgy 8:30 után valamikor kisétáltak a izék, néztük, jön egy csomó civil. A futballista fórum. Hát azok voltak a flamenco játék. Kijöttek a pályára, körbenéztek, közben kezdett megtelni a stadion. Aha. És akkor mentek el még csak költözni. Úgyhogy úgy elmúlt 9 óra, mire kijöttek, körbe mutogatták magukat, mi meg már elfáradtunk a melegítéstől. Aha. Na de akkor jött az, hogy na, hogy eljöttek a bírók is, megjelentek, vonuljunk ki. És megjelent, vagy 30 rádióriporter. Miután üdvözöttük a közönséget, először szép meg mindenki riportot akart mindenkivel csinálni. Úgyhogy fél 10 után valamikor aztán nagy nehezen el is kezdődött a meccs. Mi meg 8-tól már melegítettünk. Ez volt az, hát egy bemelegítettünk, le kellett állni, megint mozogtak, megint elmerevedett mindenki. Úgyhogy ez egy nagy tanulság volt, aztán utána a következő meccsig megváltunk. Itt vannak? Itt. Akkor megyünk mi is öltözni. És akkor már hogy alakultak? Megkapták visszavágóba, pont 6-4-et kaptak vissza São Paulóba. Utána volt ez a Botafogó vegyes, az olyan 5-3-ra nyertünk. Akkor a vegyes azt jelenti, hogy több csapatból? Ne, Botafogó Fluminense vegyes. Két csapatból. Csináltak egy ellenfelet. Hogy nem mindig a Flamengóval játszunk. Akkor azokat 5-2, mondtam, mi mentünk 5-2-re, 5-3 lett a vége, akkor jött megint egy meccs, az döntetlen lett, akkor egyet megint mi nyertünk, az 5, Caracasban meg nyertünk, egyet meg döntetlen lett. Szóval akkor ez egy nagyon sikeres túra. Egyszer kaptunk, igen. Az első meccset azt elvesztettük. Ez azt jelenti, hogy a bírók is brazilok voltak? Igen, persze. Hát Venezuelában venezuelai bíró volt Caracasban. Hát úgy értem, hogy Nem. Hát ez... És a játékstílusukban egyébként volt valami furcsa, vagy már addigra ismerték azt a fajta brazil játékot? Érdekes volt az akkori brazil futball, az nagyon érdekes volt, mert ha valaki úgy elindult a 16-oson, és 2-3 embert is átfűzött, elfektette a kapust, és mellé rúgta a labdát, akkor tombolt a közönség. Ha valaki úgy nem tudott mit kezdeni, és 20-ról rárúgta, és beakadt, akkor nem volt olyan ünneplés. Aha, tehát ők a szép játékot. Azt csak a cifrát szerették, azaz meg tudott örülni a közönség. Hát az ebből cifrából még gól is összejött, 3-szor állítnak még a golvnól a labdára, míg jön-e valaki még, na, akkor belökül. De azóta azért fejlődtek azért ők is azért. Már nem szégyelnek messziről is kapura rugni. De a végül is a magyarok játéka és az önök játéka is egy ilyen játékos futballot, ugye? Igen. Hát ez a maitól teljesen messze. Hát alig volt ütközés. Valaki vitte a labdát, oda ment a védő közel, vagy el tudta venni, vagy nem, de nem rúgták föl. Már mehetett tovább. Most ismét Grosics Gyula mesél. Akkor álltunk tulajdonképpen először szembe azzal a lehetőséggel, vagy feltétellel, hogy most mi legyen. Megérkezünk Bécsbe, és el kell dönteni, hogy ki marad kint, ki megy haza. Hát ez egy pokolian nehéz döntés volt. Nehéz napok
előtt álltunk, mert tulajdonképpen a lehetőségeink azok adottak voltak. Nagyon sok helyre kaptunk meghívást. És nagyon sok helyen szívesen láttak volna bennünket. De a csapat döntő többsége úgy határozott, hogy haza jönnek. Ez volt 57 márciusában. Négyen, Puskás, Kocsis, Cibor Zoli meg én úgy döntöttünk, hogy nem jövünk haza. Kint maradunk. Nekem akkor már volt egy élő szerződésem a Rio de Janeiro-i Flamengo csapatával. Már a lakás is megvolt a Copacabanára, körpanorámás. Szóval a lényeg az, hogy volt egy záradéka a szerződésemnek, ami úgy szólt, hogy ha és amennyiben, miután visszajöttem Európába, ugye, mert a család az itt volt Olaszországban, 14 napon belül nem jelzem vissza, hogy repülővel vagy hajóval akarok menni Rióba, akkor a szerződés automatikusan érvényét veszti. Ez azért volt szükséges, rossz, mert ha ez a záradék nincs benne a szerződésemben, akkor anyagi hátrányba kerültem volna, mert akkor a Flamengo a szerződés meghiúsolása miatt azt kért volna tőlem. Szóval kényszer helyzetbe kerültem volna, ez a lényeg. És akkor hát Bécsbe vertünk tanyát. Az Emil még az elején 57 húsvétig ő szervezte a mérkőzéseket, a lehetőségeket, és ezek után kapott pénzt elosztva, tulajdonképpen így éltünk Ausztriában. És húsvétra kaptunk egy meghívást Görögországba, Athénba. Húsvét előtt egy héttel mentünk ki, négyen. A csapat többi tagja az néhány nappal később utazott. És hát Athénben megkértek bennünket az ottani szervezők, hogy hát rendezünk egy edzést. Tehát nyilván hiányozni fog, hát nem. Hát persze, hogy csináltunk egy edzést magunknak 30 ezer néző előtt. A pálya zsúfolásig a lelátók tele voltak. Furcsa érzés volt, nem? Négyen ott. Kik voltak? Ki volt az a négy játék? Hát a Puskás, a Kocsis, a Cibor Zoli, meg én. A négyen volt. A négy leghíresebb tag gyakorlatilag az aranycsapatban. Igen, és hát ott cirkuszoltunk, bolckodtunk, előre megbeszéltük, hogy mi legyen. Még én nagyon dühös is voltam a végén, mert kapura lövések voltak, és én mondtam a többieknek, hogy vagy mondjátok be, vagy mutassátok, hogy hova rúgjátok a labdát. Mondanom se kell, hogy nem mondták be, nem mutatták meg, úgyhogy élesben ment a játék. És akkor húsvétkor játszottunk két mérkőzést a görög válogatott ellen. Ez még ez a szabad válogatott volt összeállításában? Igen, mert mint mondottam, húsvét előtt két nappal megérkeztek a többiek. Volt ifjúsági válogatottak, meg hát olyan játékosok, akik idehaza játszottak NB1-be, vagy NB2-be. Tehát egy ilyen szedett-vedett csapattal játszottunk. És aztán, hát utána még volt egy-két Ausztriában lekötött mérkőzés, aztán kezdődtek a gondok. Itt még Szusza és Sándor Csikar játszott a csapatba ezek? Ők hazajöttek. Ők nem maradtak kint. Hazajöttek, amikor visszaérkeztünk Brazíliából. Úgyhogy mi négyen, akiket már felsoroltam, és két-három olyan játékos, akik Magyarországról valamelyik NB1-es, NB2-es csapatból diszidáltak, és hát az ifjúsági válogatottból egy néhány játékos.
amikor mi Dél-Amerikában voltunk, a Magyar Labdarúgó Szövetség kérésére a FIFA úgy döntött, hogy minden kint lévő magyar játékos, függetlenül attól, hogy honnan jött, melyik osztályban szerepelt Magyarországon, azonnal igazolható, kivéve a Puskás, a Kocsis, a Cibor, meg én. Játékosokat, akiket a FIFA ezzel egyidejűleg egy évre eltiltott minden rendű rangú mérkőzés. Ennek mi volt az oka? Hát a Magyar Labdarúgó Szövetség kérése. És hát a FIFA azt hiszem kényszerhelyzetben volt, mert hát az összes kelet-európai államok tagjai voltak a FIFA-nak, tehát egy meglehetősen komoly erőt képviseltek a nemzetközi szövetségben, úgyhogy ha akarták, ha nem, ezt a döntést nyilvánosságra kellett hozni. Hát ez egy nagyon kemény döntés volt, mert ugye két szempont alapján lehetett igazolni ezt a négy játékost. Ugye az egyéves eltiltás, és a hivatalosan az igazoláshoz szükséges, kiadatás nélküli leigazoláshoz további egyéves kizárás. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugye négyünknek két évet kellett volna kivárni. Hát én ott nagyon sokat szenvedtem, megmondom őszintén, olyan kegyetlen honvágyam volt, hogy egyszerűen, szóval két szempont játszott közel. Az egyik borzasztó honvágyam volt. A másik pedig, hogy rájöttem arra, hogy az ember nem élhet örökös összehasonlítások közepette. Például, amikor én ugye Rio de Janeiro-ban láttam a Krisztus szobrot, a Copacabana-t, amelyik a világ leghíresebb tengerparti üdülője. Akkor nekem eszembe jutott a Gellért szobor, Gellért hegyen, meg eszembe jutott a Balaton. És ebből az összehasonlításból mindig az itthoni javára dőlt el bennem ez a küzdelem. Pedig tudtam, mert az ember reálisan kell nézze az életét, meg a környezetét, meg hogy a Krisztus szobor az ismert a világban. A Gellért szobrot mi ismerjük leginkább, ugye? A Balaton nekünk, meg a környező országok egy néhány turistájának egy kedves, kellemes dolog, de azért a Copacabana 12 kilométeres tengerparti sávja az utánozhatatlan, csodálatos volt. Szóval ilyen összehasonlításokkal az ember nem tud élni, mert megkeseríti az életét, tönkreteszi lelkileg, hogy mindig azt kell keresni, hogy ott kint látok valamit, akkor mi az, ami otthon ehhez hasonló, hogy ennél szebb, ami nem biztos, hogy szebb. Úgyhogy hát ilyen, egyszer Bécsbe tartózkodtunk. Engem fogadott az Ausztria, hogy edzés lehetőséget biztosítanak. Nem kötöttünk szerződést, az Ausztriának egyik tulajdonosa egy milliárdos ember volt, aki személyesen keresett meg, és ajánlotta fel ezt a lehetőséget, sőt, még az Ausztria lakást is biztosított. Minden kötelezettség nélkül Bécsben. De hát én meg mondom, reggeltől estig szenvedtem ezektől a honvágy, meg összehasonlítás, meg. És egy szép napon, 57. június végén elkeveredtem a magyar követséghez. Nem volt szándékom a magyar követségre menni. Ott voltam, és bementem a követségre.
úgy fogadtak, úgy bámultak rám, mint aki feltámadt a halottaiból. Szóval rácsodálkoztak, hogy a fenébe lehetséges ez a pasas, azok után, amik történtek, bejön és haza akar menni. Hát megkaptam az úti okmányokat, elindultunk haza, egy bécsi fogorvos ismerősöm kísért el a saját kocsijával bennünket a határhoz, ahol a határőrök, az osztrákok figyelmeztettek, hogy ne menjek haza, ne menjünk haza, mert oda át engem rabszállító kocsival várnak. És akkor jó, hogy ott volt a barátom, beültünk az ő kocsijába, elmentünk a határsorompóhoz, ahol hát nagyon ránk csodálkoztak, mert kérdezték, hogy hol van a család. Mondtam, még oda át, mert ugye az osztrák határőrök mondták, maguk engem rabszállító kocsival várnak. És akkor jött ki a parancsnok, mert nagy húzavona volt, ilyen. Jött ki a parancsnok, és mondja, hogy hát lát maga itt rabszállító kocsit? Hát mondtam, nem látok. Na hát akkor menjen vissza a családért, és jöjjenek. Visszamentünk, család a kocsiba, mentünk, leeresztették mögöttünk a sorompót, a határsorompót, és abban a pillanatban az épület mögül jött ki a rabszállító kocsi. Önök hallották egyébként ennek hírét, hogy a Magyarországon az átlagember szabad válogatottnak hívja a csapatot, holott tudom, hogy honvédként játszották tulajdonképpen a meccseket. Hallottunk rá természetesen, hát napi kapcsolatunk volt, ugye Budapesttől főként, meg Bécsben mindenféle fajta magyar újságot lehetett kapni. Lehetett kapni a sportújságot, Népsportot, ha jól emlékszem, a Népszabadságot, a Népszavát, a Magyar Nemzetet már nem, mert az egy más tészta volt, de hát ezekből az újságokból, meg hát a hírekből, rádió, meg hazai kapcsolat, hát nagyon sokan telefonáltak haza Magyarországra, ugye, és szerezték a közvetlen híreket. Szóval mi tulajdonképpen mindenről tudtunk, arról is, amik ezzel a négy játékossal kapcsolatosan itt felelős politikai vezetők szájából róluk elhangzott. Tehát nem a legkedvezőbb megnyilatkozások voltak felőlünk. De hát engem ez kevésbé zavart, mert egyszerűen nem bírtam. Miközben a hazajövetelem után 57 kora őszén a FIFA megváltoztatta az eltiltásokat, és kimondta, hogy egy éves eltiltással lejár az igazolási zárlat. Tehát azok a játékosok, hát itt már konkrétan a Kocsisról, a Puskásról, Ciborról volt szó, tehát ez a három játékos egy év eltelte után azonnal igazolható. Hát ez egy nagy könnyítés volt, mert két év helyett csak egy évet kellett kivárni, és azért hát ezek a játékosok már nem a legfiatalabb korosztályba tartoztak, tehát számukra nagy jelentősége volt az egy éves. Úgyhogy aztán a Kocsis Sanyi, Cibor Zoli elkerült ugye Spanyolországba, a Barcelonához, az öcsi meg a Real Madridhoz, miközben a Real Madrid menedzsere lett Ösztreich Remil, aki a Honvédnak a dolgait ügyintézte. Egy picit még a brazil meccsekre visszatérve, milyen eredmények születtek ott, milyen meccsek voltak egyáltalán? Hát, hogy kikkel játszottunk, a Flamengo meghívását élveztük. Tehát az volt az a csapat, amely fogadta a budapesti Honvédot. Aztán játszottunk a Flamengo Botafogo vegyes ellen, amely egyenértékű volt az akkori brazil válogatottal. Aztán játszottunk São Paulo-ba, a São Paulo csapata ellen. Ez volt a negyedik mérkőzés.
az ötödik mérkőzést a Flamengo ellen játszottunk, és aztán jött a két venezuelai találkozó a Flamengo ellen. Úgyhogy tulajdonképpen mi a brazil labdarúgás krém csapatai ellen játszottunk tulajdonképpen, meg egy, a második találkozón egy válog, amit ők vegyes csapatnak hívtak, de az egyenrangú volt a játékos összetételt illetően a brazil válogatottal, sőt, ezen a találkozón játszott a második félidőben a Pelé ellenünk. 17 éves volt a Pelé, aki akkor erre a félidőre bekerült. És az föltűnt, hogy ő egy nagyon tehetséges játékos már? Tűnt volna föl, szegény Lantos Miskát sajnáltam rettenetesen, mert csodálatos technikai készsége volt. Remekül kezelte a labdát, már akkor, hát 17 évesen. Hát bizony a Miska szegény jó néhányszor nem tudta, hogy merre lakik a jó Isten. Akkor ismertük meg tulajdonképpen a Pelét, aki hát azt követő években aztán ugye a világ egyik legjobb játékosaként lett a brazil válogatott kiemelkedő képességű játékosa. Nagyon sok szép élményt szereztünk Dél-Amerikában. Annyit talán még hozzáfűznék, hogy az első mérkőzésünk nagyon balul sikerült, ugyanis amikor mi megérkeztünk a repülőtérre, Rio de Janeiro-ba, a repülőtéren kb. 50 vagy 60 ezer ember várta a csapatot. Ennek az 50-60 ezer embernek a döntő többsége magyar volt, kint élő magyarok, akik aztán szétcincálták, széttépték a magyar játékosokat. Mindenki tudta, hogy melyik szállodába fogunk lakni, de jó néhány játékost elvittek a kint élő magyarok, és csak a mérkőzés napján délben hozták vissza őket a szállodába. Hát ez egy három vagy négy napos idő volt. Hát ugye el lehet képzelni, hogy azok, akiket szétszaggattak, és nem a szállodában laktak, azokat hát különböző összejöveteleken, meg baráti találkozásokon, meg hát nem biztos, hogy először nem tréningeztek. Másodszor meg nem úgy éltek, nyilván, ez teljesen természetes, ahogy egy ilyen rendkívül fontos mérkőzés előtt illene élni, úgyhogy tulajdonképpen a néhány nap elteltével az odaérkezésünk után a stadionban tulajdonképpen ott találkoztunk újra, és állt össze a csapat, hát minden komoly felkészülés nélkül. Úgyhogy ez aztán a óriási volt az érdeklődés, 240 ezer néző volt a lelátókon. A Flamengo volt akkor a brazil labdarúgás legkiemelkedőbb csapata, és hát nem a legjobban sikerült számunkra a bemutatkozás, mert én ugyan a fél időben lejöttem, akkor 2-0 volt a brazilok javára, aztán a vége 6-4 lett, már az ő javukra, úgyhogy a második mérkőzésünkön a világbajnokságra épült hatalmas stadionban, Rióban. Már csak 200 ezer néző volt kíváncsi a mérkőzés, ami visszavágó jellegű volt. De hát mondom, vegyes csapat ellen játszottunk, amely egyenértékű volt a brazil válogatottal, és a Kocsis Sanyi utolsó pillanatokban fejelt góljával nyertünk 3-2-re. Egy egészen csodálatos mérkőzésen, ahol a nézők örjöngtek a 90 percen keresztül. Úgyhogy attól aztán a következő mérkőzést São Paulo-ba játszottuk, és ott is nyertünk, de én ott megsérültem a mérkőzésen, úgyhogy a következő mérkőzésen nem is tudtam játszani.
De azután, a mérkőzés után került sorra ez a szerződéskötés a Flamengo és köztem. Úgyhogy nagyon sok szép emlék maradt meg bennem is, gondolom a többiekben is. Igaz az, hogy annyi mezt eladott a Österreicher Emil, ugye azokból a híres mezekből, ami a Puskási Kocsisé Ciboré volt, hogy a végén alig tudott már a csapat egységes mezben kiállni? Ez mondjuk csak a túra befejezése után. Hát nem tudtunk volna kiállni a mérkőzéseket szerelés nélkül. Hát tulajdonképpen ő volt a mindenes a csapatnál. Egy kicsit szertáros, egy kicsit messzfelelős, egy kicsit menedzser. Szóval ő mindent, ami egy csapattal kapcsolatosan egy ilyen túrán, tehát ilyen körülmények között nem volt könnyű dolga, az biztos. Mindenre odafigyelni, az anyagi feltételeket biztosítani, ennek a szétosztásában úgy megoldania, mert ez volt a legnehezebb kérdés, ugye, hogy hát minden mérkőzés után annyi dollárban kaptuk a kialkudott pénzösszegeket, ami nagyon tekintélyes volt. Hát azokban az időkben párját ritkította az összeg, amit mi kaptunk egy-egy mérkőzés után, és akkor három csoportba lett osztva a 18 vagy 19 játékos, és csoportonként differenciáltan kapták a játékosok a pénzt, de úgy, hogy a harmadik csoportban már azok voltak, akik egyáltalán nem játszottak a túrán. Tehát még azok is részesültek ebből a pénzből. Nem volt könnyű dolga az Emilnek, mert hát egy csapattal, főleg ilyen körülmények között, egy idegen világrészen elég sok probléma adódik. Nehéz nagyon egy vezetőnek a helyzete. Jó hangulat volt egyébként a csapaton belül? Hát óriási hangulat volt, hát élveztük azt az újdonságot, amit Dél-Amerika nyújtani tudott. Én aztán azt követően még voltam három alkalommal Dél-Amerikában, kétszer a válogatott csapattal, és harmadik esetben pedig a világbajnokságon 62-ben Chilében. Úgyhogy én megismertem Dél-Amerikának több országát Brazílián kívül, mert jártunk Argentínába, Uruguayban, Chilében, nem tudom, majdnem egész Dél-Amerikát bejártam, és sok mindent láttam. Ha már így a válogatott szóba került, csak tényleg nem akarok most a világbajnoki döntőre nagyon visszanyúlni, annyi interjú, könyv jelent meg, stb. Csak egyetlen egy kérdés erejéig, hogy az 54-es világbajnokság után, amikor azt nem sikerült ugye megnyerni, volt a csapatban esetleg egy olyan gondolat, hogy ha együtt tud maradni ez a csapat, akkor 4 év múlva így együtt még egyszer megpróbálni? Nem. Szóval közöttünk legalábbis ilyen módon ez a kérdés nem vetődött fel, de az 54-es VB után a hazajövetelünkkor nem Budapestre hoztak be bennünket egyenesen, hanem Tatán leszállítottak a vonatról, és ott az egész társaságot bevittek bennünket a tatai edzőtáborba, ahol egy egész délutánt töltöttünk el, majd este sor került egy vacsorára, ahol részt vett Rákosi Mátyás, Farkas Mihály, Nógrádi Sándor, meg még két-három fontos politikai vezető társágában, és a vacsora befejezése után Rákosi felállt, mondott egy nem hosszú, nem is rövid beszédet, aminek a lényege az volt, hogy hát elvtársak, hát, hogy nem nyerték meg a világbajnokságot, ez nagy baj, mert ugye mindenki várta. De hát a következő világbajnokságon majd
javítani fognak, és majd azt megnyerik. Addig is, hogy is, szóval nem kell félni, mert ennek a vereségnek nem lesznek konzekvenciái, tehát ennek az értelmében, szellemében nincs, nem következik be felelősségre vonás. És akkor tudtuk, hogy miután a Rákosi mondta, itt ennek pont az ellenkezője lesz igaz, mint ahogy ez be is következett a későbbiek során. De hát 1956-os forradalom, ez ennek a csapatnak, a csapat pályafutásának a végét jelentette. A későbbi válogatottak, azok már nem közelítették meg ennek a színvonalát ennek a csapatnak, vagy egyszerűen csak nem olyan jól jöttek össze a meccsek, hogy valami hasonló eredményt lehetett volna elérni? Hát ugye miután az aranycsapat 56 után, a forradalom után szétesett, nyilván. A következő generáció nem alakulhatott ki, mert a teljes ifjúsági válogatott van szereplő játékosok képezhették volna a közvetlen utánpótlást a válogatott csapatban. Erre nem került sor, mert az ifjúsági válogatott játékosai szinte kivétel nélkül mindannyian kint maradtak nyugaton. Tehát kiesett egy generáció az aranycsapat és a következő válogatott életében, úgyhogy 1957-ben ősszel Szófiában játszottuk azt a mérkőzést, amely eldöntötte tulajdonképpen, hogy abból a csoportból, amelyben mi voltunk, melyik csapat jut ki a világbajnokságra. Döntetlen vagy vereség esetén a bulgárok kerültek volna tovább. Nyertünk 2-1-re Szófiában, és ezáltal a magyar csapat lett az 52-es világ, 58-as világbajnokság 16 csapatának az egyike. De a magyar labdarúgás romjaiban hevert. És ez meg is látszott 1958-ban, Svédországban, a csapat szereplésén. Kiestünk a csoportmérkőzések során. Az utolsó találkozónk 1958. július, nem akarok, az 4-én. A lényeg az, hogy a Nagy Imre kivégzésének a napján, ugye Nagy Imrét hajnalban akasztották fel, ez perceken belül ugye világhír lett a világ minden országában, így Svédországban is. Eléggé befolyásolta ez a hír a csapat hangulatát. Kinek milyen módon, természetesen. De a mérkőzésre talán 200 vagy 300 kint lévő magyar jelent meg a lelátón, nemzeti színű zászlókkal, fekete szalaggal átvonva. A svéd közönség tüntetőleg távol maradt a mérkőzéstől. Úgyhogy ezt a 200-300 magyar szurkolót kivéve üres ház előtt játszottunk. Kikaptunk 2-1-re, és ezzel kiestünk a továbbjutás lehetőségétől, tehát a 8 közé jutástól. Ott már az első találkozón a brazil válogatott lett volna az ellenfél, akik ellen, miután meg is nyerték a világbajnokságot, nem sok esélyünk lehetett volna. De a magyar labdarúgás szét volt zilálva, még 58 után is, amikor 1959-ben egy új generáció jelent meg a magyar labdarúgásban, ez az Albert, a Göröcs, a Mészői és a többiek csapat, csupa fiatal gyerek, akikkel 1959-ben
Az elért eredmények alapján Európa legjobb válogatottja lettünk. Ez valami egészen elképesztő volt, mert mondom, ilyen, a csatársor az számomra emlékezetes, mert ugye azt természetesen tudom, hogy a budai Kocsis Hidegkuti Puskás Cibor, ez az aranycsapat csatársora volt, de a következő generáció, tehát ennek a generációnak, a fiatal új tehetséges csapatnak a csatársora Sándor Göröcs Albert Tihi Fenyvesi. A védelemben pedig a Mátrai, Sipos, Mészői, Sárosi négyes játszott, akik nagyon gyors négyest alkottak. Kivéve talán a Sipos Feri volt az, aki kevésbé volt gyorsabb, de a többiek azok mind villámgyors játékosok voltak. És hát a csatársor, amely tényleg nagyra volt hivatva, és hogy ez, hogy nem sikerült annak a fiatal csapatnak a fejére tenni a koronát 62-ben Chilében, abban kis részben a csehszlovák válogatott, döntően pedig a mérkőzést vezető Latusev, szovjet játékvezető volt a hibáztatható, aki a szónak a durva értelmében elcsalta a mérkőzést a csehszlovák csapat ellen. Kikaptunk 1-0-ra, és hát nem tudtunk a négy közé kerülni. De annak a csapatnak nagy esélye volt arra, hogy egyrésztről Chilében nagy meglepetésre döntőbe juthatott volna, és hát ha nem is érte volna utol az aranycsapat teljesítményét és világhírnevét, de egészen biztos, hogy helyet követelt volna az a csapat ebben az összetételében a világ labdarúgásának az élvonalában. Hát ez nem jött össze az elmondott okok miatt, és hát számomra egyénileg meg még azért is emlékezetes ez a világbajnokság, mert szándékom ellenére 62 nyarán leparancsoltak a pályáról. De hát ez egy másik történet. Csak mondom, hogy az aranycsapat után ennek a csapatnak lehetett volna még nagy sikere a világ labdarúgásában, de hogy ez nem sikeredett, hát annak különböző okai voltak. Ugye, mert még 1966-ban Londonban már jószerivel ebben az összetételében játszott a válogatott, és hát a Szovjetunió ellen ugye elbuktunk, és ezáltal megint nem került be a csapat a legjobb négy közé. Ha már a szovjet csapat említve van, igaz az a történet, hogy hát azt hiszem a Szabad Európának a Cibor azt nyilatkozta, hogy Moszkvában megnyert meccs után, hogy megvertük a kommunizmust a saját hazájában? Ez igaz, persze, hát annak óriási jelentősége volt. 1956 október elején, talán első vasárnapján, mert akkor már Magyarországon a levegőben érezni lehetett, hogy itt valami történelmi dolgok vannak kialakulóban. És akkor volt a október 23-a előtt két héttel, vagy három héttel, ez a mérkőzés, amit 1-0-ra megnyertünk, és óriási botrány volt a mérkőzés után, mert a szálloda, ahol laktunk, nem biztosította számunkra a mérkőzés után étkezési lehetőséget, mondván, hogy nincs benne a forgatókönyvbe. Ugyanis tudni kell, hogy a mérkőzést 2 órakor játszottuk, előtte 11 vagy fél 11-kor volt egy erősebb reggeli, ami nem jelent semmi extrát, mert a mérkőzés előtt nem lehet sokat enni, ez közismert. És akkor ugye vége volt a mérkőzésnek, nagy öröm, visszamentünk a szállodába, és bevonultunk az étterembe, hogy hát valamit
ebédre adjanak. És akkor jött az étterem főnöke, és közölte, hogy nincs étkezési lehetőség, nincs benne forgatókönyvbe. Na, és akkor olyan megjegyzések történtek az asztalnál, hogy többek között például, hogy legalább egy ebédet adjatok vissza abból, amit elraboltatok tőlünk. Volt egy tolmácsunk, egy Moszkvában élő, magyarul kitűnően beszélő ember, aki néhány perc múlva nem bírta el idegileg, nem bírta elviselni ezeket a megjegyzést, felállt és eltűnt. Azóta se láttuk ezt a tolmácsot. A lényeg az, hogy óriási botrány volt, aminek a vége az lett, hogy hidegtálat azért adtak. Még szerencse, mert este 9 órakor volt a mérkőzés záró ünnepsége, egy bankett, ahova rengeteg szovjet, moszkvai ember volt meghívva. És mi egy kicsit elkéstünk, néhány perccel később értünk oda, mint este 9, már elkezdődött a program. De az lett az eredménye a késésnek, hogy nem tudtunk beljebb, mert kiszorultunk az ajtó elé. Tehát akkora volt a tömeg, hogy a helységbe nem tudtunk bemenni. Vége lett a kulturális műsornak, és akkor hát, hogy elvtársnők, ilyen svédasztalos fogadás volt. Amire mi oda jutottunk az asztalhoz, már minden elfogyott. Üres volt, már csak az üres tányér. Úgyhogy tulajdonképpen ilyen féléhesen mentünk vissza a szállodát, tehát kit érdekelt akkor, hogy éhes vagyok, meg hogy miért nem tudtam valamit enni, meg hát egy ilyen győzelem után. És ez egy ilyen délutáni mérkőzés volt ezek szerint? Persze, Moszkvában, hogyne. 2-kor kezdődött a mérkőzés. Sok néző volt? Hát 210 000 néző volt a stadionban. Akkor építették ezt a stadiont. Úgyhogy teltház volt, óriási érdeklődés. Hát, volt egy édes eset. Én a Bukovi Marci bácsinak csak annyit, nem többet, nem kevesebbet köszönhettem, hogy 2 éves mellőzés után visszatett a válogatott csapatba. Úgyhogy bement a pártközpontba, és engedélyt kért arra, hogy engem szerepeltessen. De nem is ez a lényeg, hanem inkább az, hogy ugye borzasztó nehéz meccs volt. A második fél időben alig-alig mentünk át a félpályán. Orosz bíró volt? Nem. Egy skót játékvezető vezette a mérkőzést, aki annyira, hogy mondjam, sportszerűen vezette a találkozót, hogy a befejezés előtt 2 perccel a szovjetek rúgtak egy lesgólt. Nem adta meg szabad rúgást, ítélt a javunkra. Igen ám, csak a gól, tehát amikor a labda bement a kapuba, óriási hangorkán keletkezett a pályán. Hát 110 000 nézőnek van hangja. De Marci bácsinak az volt a szokása, hogy a mérkőzés befejezés előtt 10 perccel már nem nézte a mérkőzést, bement az öltözőbe, és ha volt rá lehetőség, akkor hallgatta, hogy mi történik a pályán. Hát persze, amikor ezt a lesgólt kaptuk, hát ő csak annyit hallott, hogy 110 000 ember örjön Galeláton. Nyilván ebből azt a következtetést vonta le, hogy a szovjetek kiegyenlítettek. Az, hogy szabadrúgással ment tovább a játék, ezt ő nem tudta, mert hát nem látta meg. A zajban nem is hallotta. Vége volt a mérkőzésnek, nyertünk 1-0-ra, mentünk be, Marci bácsi állt az öltöző ajtajába, és mindenkinek gratulált. Majd amikor becsukta az ajtót, azt mondta, hogy
fiúk azért Moszkvában egy döntetlen is nagyon szép eredmény. Csak ha valaki rákiabált, hogy Marci bácsi, hát nyertünk 1-0-ra, na látják, hát ez annál szebb. Aranyos volt nagyon. Úgyhogy így fejeződött be az a találkozó, és hát a magyar úgynevezett aranycsapatnak tulajdonképpen ez volt a hattyúdala. Ez a 4 mérkőzés Belgrádban 3-1, Moszkvában 1-0, Párizsban 2-1, és Ausztriában, Bécsben 2-0. És akkor következett volna az 5. zárómérkőzés Budapesten, amire már nem kerülhetett sor, ugye, mert 23-án kitört a forradalom, és a mérkőzés azt követő vasárnap került volna sorra, ami hát azokban a hetekben egyszerűen elképzelhetetlen volt. Úgyhogy hát az aranycsapat nagyon szépen búcsúzott a magyar labdarúgástól. Dacára az 54-es labdarúgó világbajnokságon elszenvedett vereséget illetően, ami számomra hát néhány hónappal ezelőtt adott némi vigaszt a vereség után, hogy a németországi világbajnokság előtt néhány nappal megszavaztatták a világ szakértőit, a labdarúgásban jelentős embereket, hogy az a németországi világbajnokság előtt lejátszott világbajnokságoknak melyik volt a legjobb csapata. Hallott róla? Na hát ez egy nagyon szomorú dolog. És a nemzetközi közvélemény szakértők szavazata alapján 76 vagy 77 százalékos arányban a magyar válogatottat jelölték ennek a korszaknak legjobb csapatával. Na most, hogy néz ez ki? Egy ilyen esemény mondjuk Angliában, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában. Ha egy nemzet válogatott csapatát 100 év alatt a világ legjobb csapatának szavaznak meg, akkor abban az országban népünnepélyt tartanak. És néhány héten keresztül az adott ország sportjának ez a fő témája, hogy ime mi magyarok 100 évig voltunk a világ legjobb válogatottja. Nálunk meg se nyikkant a sajtó. Na most, ha én azt mondom, hogy nekem ez hiányérzetet okoz, de ha reálisan ítélem meg a dolgot, akkor azt mondom, hogy ez egy gyalázat. Ez egy gyalázat azokra az emberekre, akiknek a hivatása lett volna ezt a hírt, hát oly módon tálalni a közvélemény felé, hogy... Ami méltó gyakorlatilag. Hogy ami méltó, igen. Nem akartam keményebb szavakat használni. De szóval... Ma már én 81 éves vagyok. Az élet mögöttem van. Tehát ha én valamit mondok arról a csapatról, akkor azt nem dicsekvésből mondom, hanem egy olyan tényről mondok véleményt, ami a magyar labdarúgásnak, sőt túlzás nélkül, a magyar nemzetnek olyan 6 évet produkált, amelynek nem elsősorban sportjelentősége volt, hanem egy nemzetnek adta vissza az önbecsülését és az identitás tudatát. Azokban az években, amikor Budapesten vér folyt az utcán, kitelepítések, internálótáborok, börtönök, akasztófák, jegyrendszer, és minden, ami az élet legmocskosabb kísérője, az mind itt ebben az országban
összpontosult azok alatt, az eszendők alatt. Szóval volt egy labdarúgó csapat, csak egy labdarúgó csapat, amely néhány esztendőn keresztül a világ tetején ült. De nem a csapat ült a világ tetején, hanem azt mondták, 10-valahány millió magyar a világban, és itt a Kárpát-medencében, hogy mi vagyunk a legjobbak a világon. És ebben már a csapat csak áttételesen volt jelen, hanem mi magyarok. Most azért ezt így elfelejteni. És ez nem volt egy nyomasztó érzés minden meccsen, hogy tulajdonképpen egy egész nemzetért futballozott ott akkor az a válogatott, így, hogy említett, hogy ez többet jelentett, mint egy foci meccs. Igen, de nyomasztó volt, csak abban a csapatban négy olyan világklassz is játszott a mezőnyben, mint a Bozsik, Hidekuti, Kocsisanyi, Puskás, akik meghatározói voltak a játéknak, és természetesen az eredménynek is. Azóta, meg azelőtt sem volt a világban olyan válogatott csapat, ahol négy ilyen játékos szerepelt volna a mezőnyben, mint ez a négy játékos. Ez az egyik. A másik, mi tudtuk és átéreztük annak a jelentőségét, hogy mi most nem egy labdarúgó csapatot képviselünk, hanem egy országot. Ez két dologból adódott, már ez az érzelmi hangulati világ. Az egyik a neveltetésből, mert mi nem innen jöttünk, hanem még onnan. És nem itt verték belénk falsul és hazug módon a magyar történelemnek egy szakaszát, hanem mi azt tanultuk, amit nem a kommunista rendszer meg éra tanított, még egyszer mondom, hazug, hamis módon. Ez volt az egyik, a másik pedig, hogy a sikerek, maga a játék, az magában hordozza a játékos tudatában, mentalitásában azt a felelősséget, amivel tartozik, hogy mondjam, én Dorogon ahol kezdtem, megtanultam, hogy a Dorog színeit képviselni, zöld-fehér szerelésben játszani, pedig nagyon fiatal voltam, megtisztelő feladat. És, hogy mondjam, a csapatnak a játéka, az eredménye, vonzza a lelátóra a nézőket, és nem fordítva. Szóval nem a nézők vonzzák a játékosokat. Így aztán azt is tudomásul kellett venni már fiatal gyerekkorban, hogy nem én tisztelem meg a nézőt azáltal, hogy kimegyek, vagy nem megyek ki, lötyögök, vagy nem lötyögök, hanem a néző tisztel meg engem, hogy kijön vasárnap. Hát mi még vasárnaponként játszottunk a pályára, és kíváncsi, hogy hogy dolgoztam hétközben, hogy éltem, hogy viszonyulok hozzá, mint nézőhöz, és adom-e magam a feladatnak. Hát ezek olyan morális feltételei a játéknak, amelyek most nagy részt hiányoznak évtizedek óta a magyar labdarúgásban. Itt nem a szakmai kérdésekkel vannak problémák, vannak ott is, de a fő probléma a morális állapotban van. Hogy játékos nincs tudatában annak, hogy nem az a feladata, hogy néhány száz néző elé kimenjen és lötyögjön a pályán, hanem ennek az ellenkezője. Ha ezzel nincs tisztában, akkor nézzünk vissza a magyar labdarúgás utóbbi 30-35 esztendejére.
az a szituáció, például ott Londonban a híres 6-3, hát gondolom ott pár száz magyar szurkoló lehetett, vagy talán még annyi se. Önöket nem zavart annyira az idegen pályán való játék, mint hogy ez ma nagyon hangsúlyozva van a világ futballjában és az idegenben elért, illetve a hazai eredmény. Nem tudom, hogy jó a hasonlat, de annál a csapatnál azóta jelszó, a szakmai jelszó mérkőzések előtt, hogy mindent el kell követni annak az érdekében, hogy az ellenfél alkalmazása